Ez Klári Kánok? Igen. A Csepeli piacon írta alá Dobrev Klára ajánlásgyűjtő évét Karácsony Gergely. A főpolgármester már hétfőn bejelentette, hogy megszerezte a 20 ezer aláírást, azóta pedig több vetítását is támogatta szignójával. Nyilván lesznek majd feszültebb pillanatok is, hiszen egy nagy a tét, de ezzel együtt is nagyon fontos, hogy mi alapvetően egymást nem legyőzni akarjuk, egymás szövetségesei vagyunk, még akkor is, hogyha versenyzünk egymással. Hogy Karácsony Gergely aláírása hányadik lehet Dobrev Klára ívein, nem tudni. Az viszont biztos, hogy nincs benne az első 20 ezerben. Az ugyanis már hétfőn összejött a DK jelöltjének is, erősítette meg híradónknak Dobrev Klára. Bőven túl vagyunk már azon, amire szükség van, viszont az aláírásgyűjtés az nem csak arról szól, hogy feltétlenül meglegyen a minimum teljesítmény, hanem arról szól, hogy egy alkalom arra, hogy beszélgessünk az állampolgárokra. Bár felmérések szerint Jakab Péter az egyik legesélyesebb az ellenzéki miniszterelnök jelöltek versenyében, még nem jelentette be a 20 ezer ajánlást. A párt nem is akart nyilatkozni arról, hogy állnak, és nem összesített még a Momentum sem. Egy icipici kulisszatitkot mesélek nektek meg a nézőknek. Ugye mióta ez elindult, ahány politikus bejön, ellenzéki politikus, mindenkit megkérdezünk adáson kívül, mert úgy mennek erről beszélni, de mik a tapasztalatok. Két dolgot látunk, mindenki hullafáradt, de hogy szó szerint, tehát hogy iszonyatosan kimerítő ez az időszak, de hát nyilván ez a feladat része. A másik, hogy annyira vegyesek a tapasztalatok, gyakorlatilag ha valaki nagyvárosból vagy Budapestről jön, akkor azt mondja, hogy értik az emberek, jönnek, aláírnak. Most pont tegnap volt egy, nem mondom kicsoda, vidéki politikus, azt mondja, hogy olyan homály volt, hogy megkérdezték tőle, hogy akkor itt ki lesz a fideszes jelölt, ki a jobbikos, és akkor mikor kell szavazni, és hova kell voksolni. Tehát, hogy innen indul a folyamat. És ő attól félt, hogy ha ezt most lejátszák, akkor tavasszal már nem mennek el az emberek választani, mert azt gondolják, hogy ez megvolt. Szerintem azért ez működni fog. Nem a választókat nézem le, csak azt mondom, hogy nagyon-nagyon vegyes. Ez működni fog, de ezt észre meg tudom erősíteni. Ezért nyilván mi csináltunk az előválasztással kapcsolatos kutatásokat az elmúlt időszakban, és látjuk azt, azért van az aktív ellenzéki választóknak egy bizonyos jól körülhatárolható része, aki nem pontosan követi még, és nem pontosan tudja azt, hogy mi történik. De ugye valójában igazából ez nem is róluk szól, tehát ez azokról szól, akik tudják, mert ők el tudnak menni, meg tudják lépni, tudnak gondolkodni, meg tudják hozni ezt a döntést. Szóval valójában nem vagyok benne biztos, hogy ezt most mindenkinek ilyen milliméter pontosan tudnia kell, mert hogy az is elég, hogyha annál kevesebben tudják, és egyébként szerintem azért a politikusok egy része nagyjából erre is játszik, tehát nem lehet az előválasztás úgy lefutni, hogy most mindenki minden információval nagyon, nagyon tisztában, majd a következőt azt lehet. Ugye Budapestek elényben van, a Budapest már volt előválasztás, három is, ugye két fővárosi, meg egy kerületi előválasztás, tehát ők már ezt megtanulták ennek a rendszerét, azt tudják, hogy működik. Én azt gondolom, hogy mindenki bele fog jönni, akit ez érdekel. Nyilván, amit elmondtál, pont az oka annak is, hogy bizonyos pártok jobban teljesítenek, bizonyos pártok pedig kevésbé. Más a demográfiája az adott pártoknak. Hát nyilvánvalóan mondjuk a Jobbik, aminek a támogatottsága elsősorban vidéken van, sokkal nehezebb helyzetben van akkor, amikor össze kell gyűjtenie 20 ezer aláírást a támogatóitól, hiszen ahhoz gyakorlatilag igenis el kell hagyni a körutat, és igen, és el kell menni ugye, ahogy egyszer erről beszéltünk, nem csak a két számjegyű, hanem a négy számjegyű utak mellé is. Úgyhogy egyébként ez egy izgalmas helyzet, de egyébként valóban azt gondolom, hogy az nem olyan nagy baj, hogyha mondjuk van egy indikátora a folyamatnak, és mondjuk azok a politikailag aktív választók, azok eldöntik, hogy kik számukra támogathatóak, és utána azokat a karaktereket építik fel a pártok. Tehát szerintem nem baj, hogyha nem lövik el az összes puskaport, és nincsen őrületes érdeklődés. Kicsit sántítani fog a hasonlatom, de mégis olyan ez az előválasztás ebben a környezetben, amiben mi élünk, mint egy ilyen szerepjáték, egy ilyen párkapcsolatban vagy a család. Tehát mint amilyen Krisztával mi együtt élünk 10 éve, de megbeszéljük, hogy figyelj. Egyébként nem. A 4-es, 6-oson, hogyha mész, akkor igen, de egyébként természetesen nem, igen, és akkor én felszállok, és azt mondom, hogy hello kislány, de jó ez a blues, oktogonnál lesz száz, vagy valami, és akkor én megszólok, hogy leszbikus vagyok. És akkor az egész úgy ment tönkre, de hogy elnevetgélünk, de jól érezzük magunkat, azért nagyjából tudjuk, hogy mi lesz a vége, mert ugyanott lakunk, és ugyanoda fogunk hazamenni. Tehát, hogy itt is... Ez az a része, amit utálnak a választók. Hogy tudjuk, mi a vége. Hát ez a...
hogy elbábozzuk azt, hogy ez most egy valódi verseny, de valójában nem, mert mi lezsíroztuk. Okay, ez egy valódi verseny, ez nincs lezsírozva. Tehát, hogy a kutatásnak egyetlen mondják, a miniszterelnök jelölti előválasztás egyáltalán nincs lezsírozva. Igen, bocsánat, azért vannak helyzetek. A 14. kerület. Hogy tudjuk, hogy mi a vége, hogy tudjuk, hogy ellenzéki lesz a végül a győztes. Tehát legalább ennyi. Tehát, hogy mi is mondott, persze rengeteg minden tönkre, mert még a villamoson jöhet az ellenőr, nem vagyok fölkészülve, valaki korábban lép oda a Krisztához, tehát rengeteg minden közben jöhet, de azért azt tudjuk, hogy a végén lesz egy olyan jelölt, aki mögé jó esetben beálltak a többiek, beáll az ellenzék. És ez már szerintem, még egyszer mondom, ebben a környezetben még akkor is egy kicsi színjáték, de hasznos, van értelme, és én megmondom őszintén, meg kicsit szórakoztató is így látva ezeket a kis kigelepüléseket. Az első témánknál direkt nem hoztam be ezt a szempontot, mert a nagy képben talán másodlagos, de itt érdekes, hogy a nagy politikát és az ellenzék politikáját mennyire befolyásolják ezek az előválasztási játékok. Arra gondolok, hogy Karácsony Gergely ugye bedobta reggel a vétót, és erre a DK azt mondta, hogy hát mi már tegnap este benyújtottuk a javaslatot, és akkor Karácsony Gergely pont az egyenesbeszédben úgy fogalmazott, hogy ebbe a cica harcba ő nem kíván belemenni, tehát ezzel elismerte, hogy itt volt ezzel kapcsolatban egy harc. De hát millió ilyen van, tehát hogy most, hogyha mindenki elkezdeni listázni, hogy mi kinek az ötlete volt, és mi melyiket álmodta meg először, és abból ki írta azt először egy papírra, és azt kiadta be. Csak ezt közben a bizalmat azért erodálja. Most az előválasztások pont egy ilyen versengő szakasza van. Tehát egyébként Karácsony Gergely mondta ugye azt, hogy nem egymást legyőzni akarjuk, hanem egymással versengeni akarunk. És azt szerintem ez egy ilyen egészséges versengés. Teszem hozzá, ugye mondtad, hogy a politikusok hullafáradtak, erre azt mondom, nagyon helyes. Tehát valójában ez a cél, hogy a politikusok hullafáradtak legyenek, és kihozzák magukból a legjobbat. És szerintem most valójában ez zajlik, hogy ez építődik. Meg azért furcsa, hogy ne haragudj, bocsánat. Csak azt akartam, mert pont ezt a Karácsony Gergelynek ezzel a fél mondatára akartam ráfűzni, hogy én meg azt gondolom, hogy az igazi nagy dolog az azután jön, amikor eldőlt az előválasztás. Mert addig ez egy verseny, teljesen egyetértek veled, amit mondod, de utána, ugyanis most van egy verseny, arról beszéltetek mostanáig, hogy karaktereket építünk, én ezt akarom, ebben a körben is már beszélgettünk arról, hogy ugye nem biztos, hogy aki az egyik ellenzéki jelölt mellé odaáll, az boldogan és lelkesen tudna ugyanígy odaállni a másik mellé, tehát minden azon fog múlani, hogy utána a versenyben lemaradtak, hogy így mondjam, mert nem vesztesek lesznek, hanem lemaradtak, azok hogy tudják meggyőzni az övéiket, hogy attól, hogy nem én lettem a győztese ennek a versenynek, attól ti ugyanúgy gyertek el, és ugyanúgy menjetek. Nyilvánvaló, hogy például ez, hogy egymásnak irogatják alá az íveket, ez már valahol ennek egy ilyen kommunikációs jele, de ezen áll vagy bukik majd minden, hogy a választókkal el tudják-e hitetni, hogy azért, mert mondjuk a DK nyert, attól a Jobbikos menjen el, és szavazzon, mert itt a nagy dolog a font. Azért a Fidesz által felépített óriási árok két oldalára terelt politikai táborban élve az elmúlt 10x évben, nem nyilvánvaló, de azért a politikában nagyon kemény a kooperatív, az együttműködő elem. És ehhez mi nem igazán vagyunk hozzászokva, tehát ezt nekünk meg kell tanulni, vagy újra kell tanulni, hogy bizony, amikor van 20 évig árokásás, hogy csak hirtelen jön valaki, aki nem azt mondja, hogy árkotásunk, hanem ugyan versenyzünk, de egyébként együttműködünk. És ez egy egyébként egy természetes elem a politika világában, most tudnék millió amerikai vagy német, különösen német példát mondani például, de Magyarországon nem ehhez vagyunk szokva, és ezt szerintem tanulni kell, és mi azt látjuk kutatásokból, hogy valójában a választók ezt szeretik. És abszolút nyitottak erre, és hogyha majd eljön a pillanat, és majd szavazni kell valakire, arra, aki megnyeri az előválasztást, és ugye van legalább kettő másik tábor, aki hát ezt ugye elvesztette, azt látjuk, hogy ezt a tábor valószínűleg nem fog olyan nagyon sírni, és olyan nagyon nem fog neki ez fájdalmat okozni, bizony el fog menni szavazni arra, akire egyébként a saját oldalának valónak tart, mint ahogy egyébként fővárosban is elment. Sőt,
azt látjuk, hogy valójában többen fognak elmenni egy ilyen helyzetben szavazni, mint ahogy az előválasztás nélkül mennének el, mert egyrészt kihozza a politikusokból a legjobbat, akik halálra dolgozzák magukat, nagyon jó, másrészt pedig a bizonytalannak is mutat valamit, akik egyébként pedig nem figyelnének ilyen mélyen a politikára. Valamit még nagyon akartál mondani. Csak azt, hogy az András kicsit lelőtte, hogy valóban lehet, hogy ez semmi gond, hogy ez kicsit furcsa nekünk, de hogy egy demokráciában így működik a politika, nem? Tehát, hogy persze, ellent mondanak egymásnak, versenyeznek, ki a jobb ötlet, de hogy ez nem kell, nem azt jelenti, hogy akkor rögtön az egyik oldal hazaáruló, a másik meg nem tudom micsoda. Én azt gondolom, hogy ha másért nem, azért is érdemes ellenzék ilyen gondolkodni, mert az sokkal érdekesebb, tehát hogy azért nem lennék a jelenlegi kor, azért sem lennék a jelenlegi kormánynak, vagy nem, mondjuk a Nemzeti Színháznak a tagja, mert úgyis tudjuk, hogy a végén egy ember dönt. Tehát előállhatok bármilyen szuper jó ötlettel, a végén az, hogy ez legyen. És akkor valahogy így kézelem a KISZ KB régi üléseit, hogy és akkor utána a hosszantartó vastaps. És ez, tehát, hogy ez érdekes. Tehát van, akinek ez érdekes, az ott van, aki pedig egy kicsi izgalmat akar, vagy kreativitást, az meg nem ott van. Folytassuk onnan, hogy a demokráciában ugye nem csak a vitának van meg a helye, hanem annak is, hogy a teljesítményt elismerjük. Így történt ez Harkányban is, ahol a polgármester átadta az év tanulója kitüntetést. Na, de nem akárkinek. Mutatjuk, hogy kinek a bejátszóban.